osztálytársi kiránduláson vett részt a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium egyik végzős osztálya. Akadémia mellett egy orosz tank átlőtt a túloldal és a Batthyány tér, ahol voltunk metróval, még Budán, ott meghalt egy ember, átlőtt a ura fölött a tank. Az iskola minden évben ellátogat az intézmény programjára, melynek lényege, hogy a diákok ne csak az épületek magát ismerjék meg, hanem az országgyűlés működését is. A séta során a csoport megismerette a parlament könyvtárát, annak használati lehetőségeit. A csoport több helyre is eljutott a séta során, majd megismerhette azokat az építészeti remekeket, melyek a parlamentet jellemzik. 1885-ben elkezdődött az építkezés. 17 évig tartott, és a mester naponta kijárt az építkezés színhelyére, de sajnálatos módon az épület ünnepélyes 1902-es felavatását nem élhette meg, 5 héttel korábban meghalt. Tudozat is ugyanolyan, mint az előző ülésteremben volt, egészen idén áprilisig, amikor is a képviselők száma drasztikusan lecsökkent 386-ról 199-re, úgyhogy a másik szárban ott kivették ezeket a hátsó üléseket, és oldalról is vettek ki székeket, a többi megmaradt ugyan olyannak, amilyennek Steindl Imre eltervezte. A programban egy játék is volt, ahol 4 iskola tanulói mérték össze tudásokat az országházzal kapcsolatban. Végén egy úgynevezett demokrácia játékban is részt vehettek a középiskolások, ahol törvényt kellett alkotniuk. Ennél a programnál a sümegiek játszották el a dán nagykövetet, a miniszterelnököt, az egyik jegyzőt és egy frakció vezetőt is. Képviselők, hölgyeim és uraim! Az elmúlt héten az Európai Unió miniszterelnökének egyeztetett tárgyalásában vettem részt, melynek a tanulságairól szeretnék beszámolni önöknek. Az Európai Unióban szükség van rá. Az EU számos országából érkeznek hozzánk turisták, akik gyógyfürdőinkben töltik pihenőidejüket. Hát ugye különböző alaki szabályok, vagyis hát egyfajta alaki szabályok szerint él a országgyűlési őr. Ez azt jelenti, hogy alakiasan mozog, és alakiasan is beszél. Megszólít a vezénylőparancsnok, vagy a feljebb való előjáró megszólít valakit, akkor hangos parancsszóval válaszol, és mondja a nevét, mondjuk engem megszólítottak, hogy Matus Gábor, akkor azt mondom, hogy parancs, Matus Gábor, törzszászlós, jelentkezem. És akkor ugye ennek megvannak a különböző érintkezési formái. A másik áll. Az országgyűlés Hosszú! Tiszelgő bemutatóra! Elkészül!